Sziasztok! Ha nem találkoztunk még, akkor én Markó Rebeka vagyok, és a mai napon meginvitálok titeket a Függöny Fashion Show-mra, ahol be fogom nektek mutatni a második körét annak a videónak, aminek, ha jól emlékszem, az volt a címe, hogy ti értékeltétek az Everything 5 Pounds rendelésemet. Akkor is szerettétek ezt a videót, viszont tapasztalatok alapján szerintem ez a mostani sokkal jobb lesz, mint az első verzió. Ugyanis arra gondoltam, hogy egy kicsit stylingolom nektek ezeket a termékeket, amiket rendeltem, és így mutatom meg nektek, hogy én mire gondoltam, amikor megrendeltem őket. Úgyhogy látni fogjátok magát a ruhát az egyik oldalon, a másik oldalon látni fogjátok a ti véleményeteket róla, illetve voiceoverben hallani fogjátok az én gondolataimat ezekkel a darabokkal kapcsolatban. Nem vagyok benne biztos, hogy minden fantasztikusan fog kinézni, viszont az biztos, hogy azt fogja tükrözni, ami a fejembe járt akkor, amikor megrendeltem ezeket a termékeket. Hogyha nem emlékeznétek rá, vagy nem láttátok az első részt, akkor szeretném elmondani, hogy az oldal, ahonnan rendeltem, az egy brit oldal, és minden termék, ami ott szerepel, 2200 forintba került, tehát 5 fontba. Többen felvették velem a kapcsolatot, és jelezték, hogy vagy ismerik az oldalt, vagy dolgoztak annál az oldalnál, magyarok, képzeljétek, tök érdekes. És mondták, hogy alapvetően ez egy nagyon nagy outlet, ahol más gyártóknak a ruháit gyűjtik össze, és így tudják eladni nagyon olcsón, úgyhogy valóban lehet nagyon jó dolgokat kifogni. Szerintem én is fogtam ki pár nagyon király dolgot. Egy-két termék átalakításra szorul, de természetesen 2200 forintért még így is megéri. És most, hogy ezeket a dolgokat tisztáztuk, kezdjük is el a videót, és nézzük az első szettet. Jéj, sziasztok! Megérkeztem voiceoverben. Tehát ez a szoknya, amit nagyon sokan nem értettetek, valamiért nagyon megragadott. Ez egyébként egy Orsay szoknya, ami láthatólag egy kicsit nagy rám. Azt gondoltam, hogy csizmával nagyon vagány tudna lenni. Nem vagyok benne biztos, hogy szeretni fogom, de megpróbálom hordani, mert máson mindig nagyon tetszik, úgyhogy gondoltam, hogy beszerzek én is magamnak egyet. Ezen kívül arra is gondoltam, hogy megmutatom nektek magas sarkúval, ahogy a sztoriban is tettem. Nyilván egy csinosabb felsővel még extrább tudna lenni, szerintem mind a két féleképpen hordható, és igen, tudom, fel van futva a harisnyám, de nem volt kedvem újat felvenni. Összességében egyébként nagyon sok mindenkinek tetszett, páran nagyon nem értettétek, de megpróbálom nektek megmutatni, hogy tud jó lenni. A következő ruha az egy hatalmas szerelem volt, ahogy megláttam. Hasonlít egy kicsit a kék ruhámra, amit már mutattam nektek. Igen, a fejem kilóg a cipő miatt. Ebben egyébként Bencénél voltam már egyszer videóban, és nagyon tetszik. Imádom, hogy kicsit pufi az ujja, fantasztikus anyaga van. Nagyon szépen körbeöleli igazából az egész alakot, és amellett, hogy nagyon csinos, szerintem csizmával is tök jól lehet hordani. Ezen kívül nagyon szeretem az egyszínű monokrom outfiteket, úgyhogy arra gondoltam, hogy felkapom hozzá ezt a kis teveszínű zarás kabátomat, tavalyi kollekció, nem tudom, hogy kapható-e még. Szerintem baromi jól néz ki, ha találnék egy hasonló színű csizmát, akkor még vagányabb tudna lenni. Nekem talán ez a kedvencem az egész rendelésből. Ezen kívül egyébként hozzátenném, hogy ha valakinek kicsi a cicie, akkor ez a szabás kifejezetten jótékony hatással lehet arra a problémára is. A következő ruci egy tipikus tavaszi, nyári kis ruha. Nem tudom, mikor volt utoljára pöttyös ruhám, de mindenképpen szerettem volna egyet. Nem teljesen úgy passzol, ahogy szeretném, de nekem nagyon bejön. Ahogy látjátok, egy fehér tornacipővel szerettem volna párosítani. És egyáltalán nem vagyok csalódott, nagyon tetszik, ahogy kinéz, de szerettem volna nektek megmutatni, hogy egy picit fel is lehet dobni, úgyhogy arra gondoltam, hogy felkapok hozzá egy hasonló színű csizma szandált. Nézzétek el, nekem nagyon késő van, nem tudom már, mit beszélek. Nem biztos, hogy a legjobb párosítás hozzá, de szerintem értitek, hogy mire gondoltam, amikor felvettem hozzá.
A következő pulcsit rengetegszer láthattátok már rajtam, ez lett az egyik kedvencem. Szerintem egy könyves videómban volt rajtam legutoljára. Nagyon sokat hordom, nagyon tetszik, hogy egy kicsit oversized hatása van, attól függetlenül, hogy pontosan a méretem, és mindenhol tökéletesen passzol. Imádom a burgundit, bármilyen mennyiségben tudom hordani. Az egyetlen talán negatívuma, hogy nagyon összegyűjti a hajamat, de ettől függetlenül látjátok, hogy mennyire örülök magamnak, ennyire tetszik. Outfitváltás nélkül megmutatom nektek azt a sportcipőt, aminek a másik színét már láthattátok az előző videóban. Sokatoknak nem tetszett a komment részlegbe, vagy ennél a kis válaszdoboznál. Nekem egyébként nagyon bejön, viszont ez is határozottan kicsi, ugyanúgy, mint a másik. Úgyhogy, ha jól sejtem, akkor a gardrób rendszerezős videóból kiszelektált ruhákkal együtt ez is adományozásra kerül. És az utolsó, amit mindenképpen szerettem volna nektek megmutatni, az nem más, mint a kis bálnás mamusz, írtócuki, nagyon aranyos kis farka van, viszont ez is kicsi, úgyhogy ha jól sejtem, akkor ez is új gazdára fog találni nem sokára, de ettől függetlenül imádom. Nagyon cuki, nagyon kényelmes, és hogyha egy kicsit nagyobb méretben lenne, akkor még tökéletes is lehetne. Van egy felső, amit sajnos nem tudok nektek megmutatni felvéve, ugyanis elég szomorú, de azt már kiszelektáltam, hogyha őszinte szeretnék lenni, valamiért képen jobban tetszett, reménykedtem benne, hogy sokkal puhább lesz, egyáltalán nem olyan, mint amire számítottam, úgyhogy sajnos azt nem fogom többet használni. Régen egyébként rengeteg ilyet hordtam, viszont mostanában a nagyon hosszú kardigánok jönnek be, úgyhogy sajnos igazi használat előtt már meg is váltam tőle. És ezzel a végére is értünk ennek a videónak. Remélem, hogy tetszett nektek. Szerintem nagyon izgi volt, más volt, mint azok a haulok, amiket eddig csináltam. Nem sűrűn szoktam stylingolni a ruhákat, úgyhogy megmutatom nektek. Általában csak felpróbálom. Nem vagyok koronás. De kifejezetten élveztem így is, kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek, írjátok le a komment részlegbe, hogyha van, de csak finoman, mert érzékeny lélek vagyok. És ezen kívül természetesen, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok nekem egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban, ott megtalálhatjátok remélhetőleg ezeket a ruhadarabokat is, amiket most mutattam nektek. És még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk, sziasztok!